versus Kent. Kezdődjék a meccs. Megvan! Szép volt, Kurt! Unalmas ez a játék, és Kup sose dobja nekem a labdát. Mintha te bármikor is el tudtad volna kapni, Mili. Gyerünk, Kup, dobd a labdát a hugodnak! Jó, ha ezzel tudsz mit kezdeni. Szép dobás. Hey, ha, micsoda kar. Na, hozd vissza a labdát, fiam. Na, de... Ah, ez nem igazság. Mindig én vagyok a labdáért. Mindig nekem. A cipőm! Kösz szépen, Mili! Ott van, mi? Jaj! Apa! 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 Gonosz kopaszlény szőtelen! Ijesztő szörnyetek! Nyugodj meg! Király van! És mit csináltál a cipőddel? Hol a labda? Gonosz csupasz patkány agyarakkal, iszonyú szértelen szemekkel, jaj! Mili! Elkapta! Mi? Nézd, apa, mit találtam? Ah! Hát nem a legaranyosabb cica a világon! Várj, az egy macska! Megtartatom, apa! Kérlek, kérlek, kérlek! Nyakör van rajta, kicsim, ez valakinek a cicája! Igen, akinek nagyon rossz szeme van, ugye? Sajnálom, Mili, de nem tarthatjuk meg! Meg kell keresni a gazdáját! Jól van, ha nem találjuk meg a gazdáját, nem tarthatod! Köszi, apuci! Nesze, itt a labdát! De ezt a labdát! Maga a híres knaklivili cheddar cheese dedikálta! Ó, eszedbe ne jusson, fiam! Mi lesz a labdámmal? Vissza kell hoznunk! Nagyon jól tudod, hogy bármi vagy bárki lép be Manson néni kertjébe, azt többé nem látják! És ma nagyon nincs kedvem vele veszekedni. Maradj nyugton, cicus. Így? Ó, de aranyos van. Na, ezt kóstold meg. Így már jobb, igen? Annyi plakátot csináltam, hogy beterítjük a környéket. Úgy döntöttem, hogy Mr. Catnek fogom hívni. Jó név. Jó név, de azért ne rendezkedj be, Mr. Cat, mert megkeresem a gazdádat, ha addig élek is. Mi is segíthetünk Mr. Cattel? Persze. Szuper! Gyere, Mr. Cat! Égyni! Sikerült! Végre megszabadulunk attól a kopászmókustól. Megtaláltátok a cicámat? De megám! Nagy kár, szomorú! Megtaláltátok a cicámat? Éhes a kutyám! Próbálj egészben lenyelni! Eljött, bácsi! Ouch! Sajnálom, fiam, de azt hiszem, meg kell tartanunk Mr. Catet! Szuper! Köszi, apuci! Gondját fogom viselni, én etetem, mosdatom, bolhátalanítom és befestem rózsaszínre!
Azt hiszem, kell valami a fülemre. A macskának el kell tűnnie. Lássuk, kihez tartozol, Mr. Cat. De furcsa egy nyakad. Ajaj! Nagyon a bögyödben van ez a cica, igaz, Scoop? Miért akartad felrobbantani a nyakörvét? És hol szereztél hozzá tűzijátékot? Mondtam már, hogy magától robbant fel. Persze. Na, csinálj rendet magad után, és próbálj nem bajba kerülni. Cat! Nagyon ügyes vagy, Growler. Lássuk, mi van itt. Gyorsan, kutyus! Atyám, most a kabalalabdámnak annyi. Szóval ott tartja a kulcsát. Mr. Cat! Nagyon jó ötlet, szafárit játszunk. Légy óvatos, Mr. Cat! A vadkerti törpe nagyon dühös, ha megijesztik. És a bátyuskák egy másik történet. Szentég! Tolvaj, fogják meg! Félre! Szia, kicsi Mili! Mi csak ez meg micsoda? Csókolom, Manson néni! Bemutathatom Mr. Catnek! Ó, lám-lám! Mr. Cat valóban nagyon jó cica. Kár, hogy a rossz bátyádról ezt nem lehet elmondani. Egyedül is elég rosszak. De együtt senkinek nincs esélye ellenük. A maga hülye fia már megint tiket csinált! Coop, mi a helyzet? Mili macskája el akar kapni! Nézd, haditervet rajzolt meg, minden végem! Ne butáskodj! Mr. Cat nem tud rajzolni. Ő egy cica. Ez nem macska, ez valami UFO. Coop! Először krátert robbantasz az udvaron, aztán besurransz Manson néni udvarára. Most meg ez? Sosem hittem, hogy ezt mondom, Coop, de mars a szobádba! Na, mit gondolsz, Growler? Aloysius szívesen napozna ma? Nem, az nem jó. Ők és Sir Scratcherem nem állnak szóba. Talán meg kéne látogatni Tom Todd. Tom Todd eltűnt! Börtönberger! Fent van a bátyád? Még javában alszik. Remélem, volt ideje gondolkodni arra... Oh, Miss Manson! Kinyitom! Mili, ne! Parancsolj, Mr. Cat! Hát te mire készülsz? A fiatalkorú bűnöző fia ellopta az elkobzott játékokat, és elrabolta Tom Douglas! Coop, nem tehetett ilyet! Követtem a lábnyomait! Ó, oh, de az két bal láb. Majd mi kiszagoljuk, igaz, Growler? Tom Douglas! Merre vagy, Tom Douglas? Tom Douglas! Mi a... Coop! Nem bujkálhatsz! Coop, te... mit csinálsz ott? Mi... Nem én voltam, esküszöm!
Hol vannak a játékok, amiket elloptál a sufniból? Mi? Nem loptam el semmit a sufniból. Tom Toddles! Egy játéktolvaj, aki törperabló! Veled még számolok! Na, azt hiszem, ez csak egy átmeneti korszak. Abba állami gondozásba fog adni. De! Nem tudom, hogy kevertél bajba, de... A cipőm. Szóval így akarsz játszani, mi? Én mindenre kész vagyok, Kett. Megbánod még, hogy nem találtál el azon a kővel? Senki nem akarna levenni innen. Valaki? Ha-ha. A zombi macska éjszakája. Nem látod az olvasó naplómat? Ma kell leadni, de nem találom. Tedd vissza! Egész éjjel azt színeztem! Ne! A bibliográfia! Ez nem volt jó ötlet! Ez a cica kikészít! Nem viccelek, Dennis, amióta beköltözött az a macska, az életem fenekestül felfordult. Lorni? Harley? Ti mit csináltok? Saját horrorfilmet forgatunk. A kisvárosi fűkaszamészárlást! Ajjaj! A kortárs rémület arcát formáljuk meg, tök jó! Igen, boszorkányosan klassz lesz. Elküldjük Gessling Gravesnek. Biztosan leadja a tévében. Mit akarsz mondani? Nem hallom. Ki az a Gessling Graves? Gessling Graves, a szellemkastély gazdája, a legrémisztőbb műsor. Minden este megy éjfélkor, vagy ez nektek már túl késő van? Ha nem féltek, nézzétek ma éjjel a 9-esen, éjfélkor. Mi nem félünk semmitől. Nem ám. Leszámítva a pókukat, a sötétet, mászonynanyát, a kukacot, a vérfarkast, az emeletes buszt és néha a földi malacot. Nem hiszem, hogy végig tudom nézni. Dennis, ha ezt ma nem nézzük végig, Lorni és Harley gyávának fog tartani. Nézzenek minket ma este a kísértet gálán! 9-es csatorna! Jaj, ne már, ez csak reklám. Jó, igaza van, meg kell tennünk, Dennis. Szavazhatnak a ma esti rémségekre. Legyen a húsevő zombi macskák. A megapiócák támadása. Vagy a vámpír roller derbi. Ez egyik se. Azt hiszem, hív az anyám. Szia, Coop. Szia, Dennis. Hívják az 555-0100-án. De azonnal? Meg tudom tenni. Meg tudom tenni. Egy hívás ára 79 cent, és annyiszor telefonálnak, ahányszor csak akarnak, kedves nézőink, de telefonáljanak azonnal, már csak 5 órájuk van szabad. Mostantól 5 óra. De az nem, egy, meg akkor az éjszaka közepe. Apa megengedi. Holnap tanítás. Apa nem engedi, hogy valami buta filmet néz. Igazán. Majd kiderül, mit mond, hogyha bevetem a meggyőző erőmet. Nem. De. Akkor már ágyban a helyed. Reggel iskola van, és rosszat fogsz álmodni. Kifelejtettem valamit? Nem. Ugye mondtam. Megszámoltuk a szavazatokat, és több mint 96 ezer szavazattal földcsuszamlásszerű győzelmet aratva került az élre a húsevő zombi macskák. Ha 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 ha
Mit akarsz, hogy hallgass? Hát, egy hónapig te takarítod Mr. Cat almostárcáját és a Fun Station 2000-et. Na, azt nem. A kedvenc akciós bábúm, na? 3 hét tálcaszolgálat. 2 hét. 2 hét, 3 nap és 12 óra. Vagy kiáltok apának. Rendben. Na, élvezd a rémálmokat. Gyere, Mr. Cat. Ideje lefeküdni, drága. Mi van? Jaj, mi volt ez? Nem kell félni, ez csak egy film. Talán csak képzeltem. Jól van! Jól van! Ez biztos a szél volt. Zombi macska! Zombi macska! Zombi macska! Zombi macska! Zombi macska! Zombi macska! Én Orbi, hozd a gépet! Műsor van! Macska! Zombi! Zombi macska! Zombi macska! Csodálatos! Sztár születik! Fel kell hívnom Dennis! 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 Dennis, hallasz engem? Zombi macska van a házban, pont mint a filmben! Dennis! Honnan tudjam, hogy te vagy az, és nem valami ijesztő macska zombi klón az? Halljam a jelszót! Merőkanál hívja palacsintelvőt, palacsintelvő jelentkez! Jó ijesztő film volt, mi vétel? Mi a film, eltörödj! Nézd csak, egy zombi macskát látom, de olyan, mintha sokan lennének, vétel. Egy is elég, aztán az megfertőzi az egész környék macskáit, vétel. Igen, lehet, hogy már el is kapta a húgom macskáját. Vétel. Merre van? Hä? Mi? A macskád. Itt van mellettem. Jól van, cicus. Vége a jelmezbálnak. Ne ébreszt fel. Csoda, hogy tud aludni azok után, hogy megnézetted vele azt a filmet. Egész éjjel itt volt. Hát persze, hogy itt. Zombi macska! Megálljunk csak. Mi az? Remélem élőhalott húsevő zombi macska szörny vagy, különben akkor... Menekülni! Zombi macska, zombi macska, zombi macska! Dennis, ez nem csak egy macska. Egy hadsereg is el akarnak kapni engem. Coop, tudod, mit kell tenned? Csak egy módon pusztíthatsz el egy zombi macskát, mint a filmben. Fakarod zúrját a fekete szívén. Vagy töm fokhagymát a szájába, akkor felrobban a feje. Vissza semmibe, te lelketlen kísértett macska! Egyél fokhagymát, te szörnyeteg! Megnézted a horrorfilmet, igaz? Milyen számot hívtam? 96.840-szer? Mennyibe kerül egy hívás? Megyek!
Szia, Dennis, hát te... Nézzétek, itt van a zombi macska személyesen. Mi van itt? Remek előadás volt az éjjel, Coop. Jobb volt, mint a filmen. Ha? Nézd csak meg! Zombi macska! Na, annak a macskának vége. Coop, mit csináltál az éjjel Mr. Kettel? Csupa hintőpor. Igazad van, Milli. Két hintőporos. Miért nem fürdeted meg? Jó ötlet, Coop. Ettől minden rendbe jön, Mr. Cat. Na ki agyáva, cicuska?